Szerintetek a Billy Bo Kárpi ugye a jó égbe csinálta azt meg, hogy most egy új lakásba tudott költözni, hogy tudta azt megcsinálni, hogy ő tudja az ászáját, de egy csapás irányt kijelölt magának mondjuk ez a Kairos, hát hogy a jó égbe tudta, hogy kicsit így blogolt erről is, meg arról is, vagy hogy van ez? Megkérdezzük az Árpit, mit szóltok hozzá, mert mindig a hitelességre kell törekedni, hogy hogy lehet ezt mégis megvalósítani. Adom nagy szeretettel a hangot neked, Árpi, és akkor egy picit avasd be a titokba. Sziasztok, köszi. Hát többször is elmondtam, tényleg itt nagy titok nincs az egészben. Én átláttam ezt a hármas stratégia rendszert, és valóban úgy van, ahogy Willi mondta, teljes mértékben egyetértek. Én is csinálom az asszél, mint termékes üzletet, mert ugye természetgyógyász vagyok, a gerinszerápia, tehát tudjátok, és én több mint 10 éve ugye egy előző termékes cégnek voltam a partnere, tehát azt építettem, és úgy nekem továbbra is fontos az egészségmegőrzés, és ezen a területen is továbbra is igyekszek segíteni az embereknek. És ahogy jött a Kairos, meg ugye előtte a Kalatú, akkor úgy átláttam, hogy itt tényleg rendszerbe kell gondolkodni. Tehát most nem elég az, hogy ugye például, ha valaki benne van egy termékes üzletbe, és hát ugye nehézségek adódnak, hogy drága a termék, vagy válságon, vagy hasonló, és akkor ugye picit visszaesik a forgalom, de nem az a megoldás, hogy most akkor átugrunk egy másik termékes üzletbe, mert az lehet jobb, lehet olcsóbb, lehet jobbak a termékek, könnyebb eladható, hanem akkor rendszerbe kell gondolkodni. És én ezt láttam meg a tavaly ősszel, ezt a hármas stratégia rendszert, hogy ugye ott van egy termékes cég, ott van a Kalatú, mint egy hajtómotorja az egésznek, tehát ugye amivel el tudod juttatni az üzenetedet az emberekhez, valóban profi módon, magatutatva és őszintén, és akkor ugye bejött harmadiknak a Kairos, ami hát az üzemanyaga az egésznek, mert oda tegnap mondta a Willi, hogy ugye egy ezüst, nem is egy ezüst, hanem egy standard csomag már termel annyi pénzt, nem egy standard, még nem, egy ezüst, bocsánat, egy ezüst csomag már termel annyi passzív jövedelmet csak a bérbeadásból, hogy abból lehetséges, hogy meg tudod venni az egészségmegőrzéshez szükséges termékeket. Tehát ugye az egyik hajtja, viszi a másikat. Tehát én a Kairoszt úgy tekintem ebbe a rendszerbe, mint az üzemanyag. A Kalatú az maga a motor. És akkor ugye sokunknak van termékesztége, és ez az egész úgy összefonódik, és egy rendszer alakul, és ebben is egyetértek Willivel, hogy most a Kairos az, amelyik tényleg a leggyorsabban hozza a pénzt, és a legkönnyebb, meg a legegyszerűbb építeni. És most hát azt kell hajtani, azt kell most a legjobban csinálni, de persze nem kell félredobni a másik kettőt, vagy nem kell félredobni az előtte lévőt is. Tényleg, hogyha az ember elér egy olyan szintet, hogy van egy biztosabb anyagi háttere, akkor ez egy óriási szabadság, egy óriási felszabadultság, és onnantól kezdve ugye bármi lehetséges. Én is, mikor már úgy látom, hogy a Kairos sínen van, és tényleg megvan egy jó nagy csapat és egy passzív jövedelem, akkor megint csak vissza fogok térni a termékes üzletembe, és akkor nagyobb fókuszt fogok arra tenni, vagy lehet, hogy a Kalatút fogom jobban reklámozni, tehát vagy igyekszem, hogy meg legyen ebben a hármas stratégiában az egyensúly. Vagy ha valamelyik esetleg a három közül, mert ugye az is előfordulhat, ingományos talajra kerül, mint ahogy ugye az előző termékes cég is megszűnt, tehát kihúzták a lovunk, akkor semmi pánik, akkor gyorsan keresek abban a kategóriában egy másik lehetőséget. Úgyhogy igen, én így látom ezt az egészet, meg így hosszú távon, így is gondolom, és így is tervezem építeni a jövőt.